Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket Arcképek című műsorunkba. Mai műsorunkba egy picit rendhagyó módon, talán korábban is sokat beszéltünk az EGRI egyetemi képzésről, hiszen azt gondolom, hogy minden EGRI lokálpatrióta vágya, hogy Egerbe egyetem legyen. Ahhoz, hogy egyetem legyen Egerbe, azt gondolom olyan személyiségekre van szükség, akik Esterházy hagyományai nyomán tenni tudnak ezért az ügyért. Ma dr. Demetrovics János akadémikus úrral beszélgetek, és hát ahogy szokott lenni, első kérdésem nyilván az ő életpályája kezdetére vonatkozna, de most mégis egy picit mást kérdezek, hiszen az apropója a mai születésnap, 60 éves Demetrovics János. A 60 év az, hogy mondjam, kevés is, de viszont azt mondom, mikor itt a sok jó kívánság elhangzott, azt hiszem 260 évet kívántak itt legtöbben, hogy ha visszatekint eddig életpályájára, akkor Eger, mint az EGRI főiskola, hogy kerül be ebbe az életpályába, és 60 éves korában mi jut eszébe Egerről? Hát mindenek előtt köszönöm a meghívást, és engedd meg, hogy mielőtt erre a kérdésre válaszolok, azért hozzá kell, hogy tegyem, nagyon nehezen tudom a mai estét úgy kötetlenül, szabad formában úgy mondani, és úgy beszélni, mint ahogy szeretnék, mert nagyon-nagyon hatása alatt vagyok az elmúlt két órának. Ti, akik velem voltatok, éreztétek és láttátok, hogy mi zajlott le körülöttem. Ezt nem tudom tudni megköszönni, kifejezni. Ugyanakkor meg kell, hogy mondjam, a szívemet, lelkemet hájjal kenegették. Teljesen különböző típusú emberek, különböző egyetemekről. Osztályfőnököm, általános iskolai tanárom, polgármester, püspökladányi polgármester, és hogy nem mondjam a neveket, mert úgyis valakiket ki fogok hagyni, de a sokszínűségben mégis valahogy benne van az egész életem. Egyszerűen kezdődött. 46-ban születtem, püspökladányban, nevetségesenek hangzik, de nagyon-nagyon szegény családban. Professzor úr, mielőtt erre rátérnénk, azért én ebbe belekérdezek. Igen. Nekem is feltűnt egyébként, hogy akár szakmailag, akár politikailag, itt nagyon sokszínű volt ez a közönség, aki téged köszöntett. Én gondolom, hogy ez a te személyiségednek köszönhető, és az eddigi életpályádnak. Hogy tudsz egyáltalán a mindennapokban, hogy mondjam, megtalálni a szót, a nyelvet ennyi sokféle emberrel? Mert itt volt bölcsész, matematikus, volt különböző pártállású. Hát nézd, erre van egy nagyon egyszerű válaszom, és bármilyen butának hangzik, igaz. Nem tudok hazudni tudatosan, mert elfelejtem. Tehát tényleg nem hazudok. A hazugság nálam az nagyon-nagyon egyszerűen zajlik le, hallgatok, nem értem meg a kérdést, nem adok rá választ. Akkor a barátaim tudják, hogy valami nem stimmel. De olyat soha, hogy ti engemet akármikor valami, nem, valahogy kikerülöm. Nem szép dolog, ez egy tehát ezzel azt mondod, hogy az igazmondás a titka annak, hogy ennyiféle ember összejön egy ilyen szintén? Nézd, az elég próbáltam itt a baráti körbe elmondani, hogy mit kaptam én egy pár nappal ezelőtt oda az a családba, amikor a feleségemmel és a lányommal vitatkoztunk, mert nem tudott hirtelen férhez menni, mert még nem volt meg az a bizonyos papírja, a 30 napos kivárás közepette, és hogy egy egyszerű dolog zajlott le,
pénteken van az esküvő, ha nem 30 nap telt el, 60 nap telt el, még mindig nincs meg a papír, semmi. Tőled várták a megoldást, gondolom. És ugye akkor azt mondták, hogy apu, csinálj már valamit. Hát az apu csinált valamit, hogy benyúlt a zsebébe, kivett egy cigarettát, kimentem az erkélyre, elszívtam, bejövök, és a lányom mondja nekem, hogy apa, hát értsd meg, én nagyon szerelmes vagyok. És akkor igazat mondtam, és kaptam a pofámba, azt találtam mondani a lányomnak, hogy majd elmúlik. Igazat mondtam? Igen, igazat nagy valószínűség mondtam. Szerint ez igaz. Nézd! És nem tudjuk megmagyarázni. 3-5 évig, kinél meddig, hogy zajlik le az a nagyon bonyolult biológiai, vegyi, agyi folyamat, ami van. És utána ez átcsap szeretetbe, szerelembe, egy hosszú házastársi kitartásba, együttlétbe. Együtt munkába, és így tovább. Gondolom, hogy azt akarod kifejezni, hogy a szakmai életpályán is valami hasonló párhuzam. A szakmai pályám az tele van szerencsével, hihetetlen szerencsékkel, amiket nem nagyon lehet megfogalmazni. Ugye ott volt az útkeresés. Nem vettek fel technikumba Debrecenbe, mert oda jelentkeztem, azért, mert vallásos voltam. Általános iskolát már elnézést, ott Püspökladányba. Püspökladányba végeztem, így van, Püspökladányba végeztem. Nagyon jó eredménnyel. Matematikából hanyas volt? Mindenből mindig ötös voltam, pontosabban jeles voltam, mindig volt egy-két négyesem, mindig. Hármasom egyetlen sem volt soha életemben, egyetemben még kevésbé, egyetemben már mindig kitűnő voltam, mindig jeles voltam. És középiskolába, technikumba szántak a szülők, mert akkoriban a technikum... Nem, engemet papnak akartak nevelni. Engemet papnak akartak nevelni. Ennek megfelelően nagyon mélységes, vallásos családban nőttem fel. Hát igen, hát... A papi pálya az nem tetszett neked akkor? Nem. Nekem a papi pályával kapcsolatban egyetlen egy problémám volt, hogy akkor már jelentkeztek a lányok az életembe, és akkor én hirtelen nem tudtam ezt összeegyeztetni a papi pályával, bár azóta már tudom, hogy ezt is meg lehet oldani. De nem ez volt a gond. A gond az az volt, hogy nem tudtam összeegyeztetni. Tehát furcsa módon, nem tudtam hazudni, magamnak nem tudtam hazudni, mert a katolikus, nem tudom, tudjátok, hogy a katolikus papoknál ugye hát vannak azok a bizonyos problémák, és én ezt nem tudtam összeegyeztetni, és ezért döntöttem először, hogy nem, és akkor választottam egy másik helyet. Gondoltad, hogy a matematika felé mész, vagy egyáltalán tudós ember leszel? Nem. Én teljesen véletlenül lettem matematikus, ezt merem állítani. A magyar nyelv, illetve a történelem, inkább a magyar, itt van a osztályfőnököm, a magyar osztályfőnököm, meg lehet tőle kérdezni. Én kimondott a humán beállítottságú voltam. Hát én vagyok az utolsó a gimnáziumban, aki latinul tanult. Tehát én humán tagozatra jártam a gimnáziumba. Tehát én kimondottan magyar szakos tanár akartam lenni, és utána minden vágyam az volt, hogy Debrecenbe, illetve Püspökladányba gimnáziumi tanár legyek, illetve esetleg Debrecenbe majd valamilyen úton módon egyetem befejezés után valahogy talán az egyetemen maradok. De a család azt akarta, hogy Püspökladányba maradjak, középiskolai tanár. Csak volt egy pillanat, amikor lehetett látni, hogy te azért a matematikában... Hát ez egy nagyon nehéz volt. Nagyon nagy tehetség vagy. Nézzétek. Hát versenyeket nyertem, de én magyarból ugyanúgy nyertem versenyt, mint angol, mint matematikában, meg ugyanúgy nyertem mindenből. A tanulás a következő féleképpen zajlott le. Negyedik évvége volt, akkor én jelentkeztem Debrecenbe egyetemistának. Édesanyám ugyanabban a gimnáziumban volt takarító, én mindig büszke vagyok rá, hogy gimnáziumi dolgozó volt. És sírva jön be, hogy az igazgató kér, hogy azonnal menjünk be, és ő is jöjjön be, mert most kell adni a jelentkezést külföldre. És ők úgy gondolták, hogy én jelentkezek külföldre matematikusnak. Anyám idegbajt kapott, miért ne? És akkor a Benedek Laci bácsi nagyon egyszerűen azt mondta, gyerekek, semmi vesztenivalótok nincsen. Ha felvesznek, akkor Magyarországon nem kell felvételizni, akkor bármelyik egyetemre mehetsz. Külföld Moszkva volt. Ha meg nem, hát akkor felvételizem még egyszer. És hát egyszer felvételiztem, és felvesztek matematika szakos kutatónak Lomonoszov Egyetemre. Akkor te ezt tudtad, hogy mondjuk mi vár rád Moszkvába, tehát milyen tudományos környezet vár rád? Nem tudtam.
Nem is sejtetted, hogy... Nem is sejtettem. Ugyanúgy, mint sokan velem együtt, akik akkor jöttek ki, nagyjából nem tudtuk. Mert azért ma itt elhangzott, hogy akkoriban, Moszkvában, matematika vagy a természettudományok területén azért... A legemelebb, ma is kiváló. Hát a szovjet matematika vagy orosz matematika, nem tudom, hogy kell, hogy mondjam. Szovjet matematikát kell mondani, mert ott nagyon sok különböző ember van. Hát a világ csúcsa, itt nincs messe. Most itt nem politikáról van szó, hogy egyszerű társadalom, nem társadalomtudományról, hanem matematikáról. És akaratom ellenére, nem akaratom, tudatlanul, a lehető legjobb iskolába kerültem, ennyi. És mivel én voltam az egyetlen vidéki, én voltam az egyetlen paraszt a szó igazi értelmében, a többiek már angolt tanultak, én nekem meg még oroszul kellett tanulni. És hozzáteszem, hogy megfogadtam az idősebbeknek a tanácsát, első perctől kezdve jegyzeteltem, azért is vagyok szemüveges. Fent ültem hátul a terembe, és nekem így járt mindig a fejem. És nem tudtam pontosan, hogy mit írok le, és az idősebbek azt mondták, hogy János, nyugi, 2 hónap múlva te fogod a legjobb jegyzetet saját magad számára tudni csinálni. És hogy érezted akkor, hogy ahogy kikerültél, te mint magyar diák, mikor bekerültél ebbe a környezetbe, hogy szellemiekbe te ott gondolom, hogy jó környezetben voltál. Hát a legjobb, hát Tagankától kezdve mindenhova jártam. Hát Budapest, ennek a kulturális élete, hát az nem hasonlítható Moszkva kulturális életéhez. Az akkori forrongás, az akkori, hát gusztikám, hát mondják 2 olyan mondatot, hogy kikék. Hát Vyszulszky, nem tudom, a mai fiatalság már nem tudja. Vyszulszky, meg a Beatles. Egészen más. Más kultúrában, más környezetben. Tagankát nem is tudom mihez hasonlítani a színházak közül. Bulgakovot, hát hogy lehet ezeket elmondani? Hirtelen nem rám szakadt, hanem egy... Gondolom, hát bekerültél egy olyan környezetbe, egy olyan tudományos, kulturális környezetbe, ami alapvetően megváltoztatta a szemléletedet, a világot. Este... Milyen szellemi volt ott az oktatás abban az időszakban? Nagyon szigorú. Kutató jellegű, vagy egy ilyen magolós, lexikális tudást megkívánó? Nem. Inkább öntörvényű volt abban a lehetőségben, hogy az embereknek megadták a lehetőséget, hogy mit válaszol, milyen irányba menjen. Ha valaki kutatni akart, akkor kutató, ha valaki inkább alkalmazkodni akart, akkor inkább alkalmazkodó, és valahogy ennek megfelelően lehetett a tanárokat, a vezetőket kiválasztani, akik velünk foglalkoztak. És valahogy egészen véletlenül úgy hozta a sors, ez megint egy véletlen, hogy másodikos egyetemes koromban volt egy olyan matematika eredményem, amire felfigyeltek. Tudnánk mondani olyan személyiséget, aki talán érdemes megemlíteni? Hát mondjuk érdemes megemlíteni Kolmogorovot, hogyha valaki kíváncsi erre a névre, Jablonszkit, akit kevésbé ismertek, Sirovot, akit mindenki ismer, de hát azt gondolom, hogy mivel itt Magyarországon a valószínűség számítás az a menő, ezért kell, hogy mondjam a Kolmogorovot, és hozzá kell, hogy tegyem, hogy bármennyire furcsa, Kolmogorovot én sokkal jobban értettem, mint az oroszok. De éreztette, hogy olyan emberektől tanulsz akkor, akik ebbe a tudományban tehát olyan természetes volt. Olyan természetes volt, majdnem olyan természetes, mert én most jobban izgulok ennél a beszélgetésnél, mint ott. Ott a tanár rászánta az időt a gyerekre, és teljesen természetesen beszélt. Megkérdezte, hogy vagy, mi újság, mit szeretnél, mit nem, és körülbelül a tanár bármelyik 15-20 percen belül látta, mint ahogy mi is látjuk ma már, hogy kiben mi van, kiből mit lehet kihozni. Ez így zajlott le. A nyelvet kiválóan tudtad, gondolom, vagy ott tanultad? Hát azt se tudtam, hogy mit jelent az, hogy máty, pedig minden rendes káromkodásról máty az bennem. A mammát ismertem csak. Aha. Nem, egyáltalán nem tudtam. 5-ös voltam oroszból természetesen. És ez eleinte nehézséget jelentett egyébként? Hát, nehézséget, igen. Volt nehézség. Most nem akarom a nyelvi butaságokat mondani, amikor már azt hittem, hogy nagyon jól beszélek, és bizonyos szavakat alapvetően összekevertem, nyilvánvaló, hogy volt kellemetlenség, mert már régen azt hitték, hogy én mit tudom, egy grúz vagyok, vagy egy örmény vagyok, szóba, kinézésbe, stb. És amikor hirtelen automatikusan valamit mondtam, és hát nem úgy sikerült, mint ahogy kellett volna, nem akar most erre példákat mondani, akkor voltak belőle kellemetlenségeim, de ezek nagyon kellemesek utólag már. És most az jutott eszembe, hogy a szovjet tehetséggondozás, ha úgy tetszik, hogy rád felfigyeltek a professzorok, hogy
hogy te egy nagyon tehetséges. Ez egy nagyon érdekes dolog. Nagyon érdekes dolog, és megmondom neked, hogy miért. Annak ellenére, hogy külföldi voltam, annak ellenére úgy foglalkoztak velem, mint bármelyik orosszal. Tehát nem csináltak különbséget a között, hogy egy oroszról van szó, vagy egy magyarról, vagy egy grúzról, vagy egy örményről van szó. Egyenrangúként kezeltek az első perctől kezdve az utolsóig. Tehát én az egyetemen egy diák voltam, jó, tudták, hogy magyar diák vagyok, kész, ennyi. De csak egyszer ott a tudományos munkában, hogy mondjam, megmutattad az erényeidet. Mert igen, érdekek, mindig érdekes feladatot kaptam. Mindig gondolkozni akartam, mindig eszembe járt valami hülyesség. Már elnézést, nem így akartam mondani. Egy olyan dolog, ami megfogja az ember agyát, és ott motoszkál, és nagyon jól tudjátok, hogy az a motoszka az elébb-utóbb ki kell, hogy piszkálódjon onnan, valahogy tisztázódni kell. Akkor az ember gondolkozott, akkor másnap utána olvasott, harmadnap, akkor leültünk, stb. És akár tetszik, akár nem, hihetetlen. Negyedik éves koromban megírtam a második cikkemet, ötödik éves koromban már megjelent a harmadik cikkem egyetemista létemre. És ez adott egy olyan lehetőséget, amikor a tanárok azt mondták, hogy Jánoskám, tudjuk, hogy Magyarországon az a szokás, hogy haza kell menni, és 3 évet kell dolgozni, próbáljuk elintézni azt, hogy kint maradhatsz aspirantúrán. Ilyen levél, olyan levél, ajánló levél. 1970. Pontosan 70-ben volt. 70-ben. Pontosan 70-ben volt. És akkor mindenki... Mi volt a témád, amit... Többértékű logika. Alapvetően én többértékű logikával foglalkoztam. Ez nagyon egyszerű. Picit próbáljuk már meg népszerűen. Nagyon egyszerű. A kétértékű logika világát mindenki ismer. A kétértékű logika, amiről az elég beszéltünk, igen, nem. Vagy igen, Boole algebra lényegében, Boole algebra. Végis a számítástechnika, hogy mondjam. Így van, a számítástechnika alapja, azzal ugye, hogy én matematikailag tudom, hogy nagyon rossz, hogy ez az alapja, mert az igazi számítógép az E alapú kellene, hogy legyen, ugye? Mert az a legoptimálisabb, 2 egész annak rendje, módja szerint az közelebb van a 3-hoz, a 3-at meg technikailag sokkal nehezebb megvalósítani. Hozzáteszem, hogy mind a két nagy ország, akarom mondani, Japán is, foglalkozott a 3 alapú számítógépekkel. De hát mondhatjuk, hogy azóta akkor a számítástechnika nem fejlődött semmit, hiszen ma is ugyanezek az alapok léteznek, nem? Nem fejlődött. Azon az alapon működik, amelyeken a leggyorsabban, a leghatékonyabban működhet a valóságban. Amiről lent beszéltünk, hogy van egy feladat, és hiába lehetne elvileg optimálisan megoldani az E-alapra, ami közelebb áll a 3-hoz, a gyakorlatban nem ez van, mert a gyakorlatban a lehető legegyszerűbb működik, a 2-es alapú, igen, nem, van szignál, nincs szignál, van fogadás, nincs fogadás, és így tovább. Na most... Nem akarok erőszakoskodni, de hát az, mindig azt mondjuk, hogy a számítástechnika rohamosan fejlődik, most meg professzor úr kifejti, hogy lényegében abban az időben, ugyanazon alapokon nyugodt, mint ami jelenleg is a jelenlegi számítástechnika. Hát tehát azért... most sem E-alapú. De nem is kell, hogy E-alapú legyen, ezzel már régen túl vagyunk, de ugye, és ezzel nem is illik gondolkozni, de azért nézzük, hogy a gépek kisebbek legyenek, a memória nagyobb legyen, a rétegződés több legyen, jöjjön a molekuláris számítógép, most jöjjön a párhuzamos... Mit jelentett akkor a memória, professzor úr? Hát nézd, egy nagyon egyszerű dolgot tudok mondani. Karmán Laci bácsi arra nevelte az embereket, hogy lehet egy bittet programozásba menjen. Egy bittet. Hát, ha én most egy diáknak azt mondják, ma másodpercenként a világban 390 gigabyte keletkezik itt a mindenféle irodákban. Hát ez a számításnak, ez változott meg. És ebbe alapvető löketet az én felfogásom szerint a háttértároló. Tehát a mérnökök tettek nagyon-nagyon sokat. A matematikusok belevitték az algoritmusokat, az algoritmus elméletet, a kombinatórikát, az összes olyan dolgot, amivel a számítástechnika, a program hatékonyabb, biztonságosabb, kiszámíthatóbb, és így tovább. A mérnökök belevitték azt a tudományt, ami elképzelhetetlen, hogy egy nem lehet lerajzolni, nem lehet végig gondolni, hogy azok az áramkörök a 7 rétegben, a 9 rétegben hogy vannak letéve, és így tovább. És mellette a memória, ami hihetetlen olcsó lett, egyik napról a másikra. Az elég beszéltünk a Arató tanáról. Azt mondja nekem, hogy János, foglalkozz a relációs adatbázissal.
Hát szívemet, lelkemet, hálját. Talán most Arató Mátyás, igen, nevét említettük, azért mondjunk róla valamit, hogy titeket nagyon szoros barátság fűz össze. Testi-lelki barátság fűz össze. Honnan ered ez a barátság? Hát tudod, az előbb megkérdezted, és mondtad, hogy hogy vannak itt ilyen sok különböző típusú ember, hát akkor így volt Aratóval. Moszkvából visszajöttem, két helyre lehetett jelentkeznem, mehettem a úgynevezett Stakibe, akkor még nem Stakinak hívták, hanem ezt számítás, technikai központ, vagy valami ilyesmi, és mehettem a matematikai kutatóba. Úgy, mint ahogy most itt veled ülök, úgy leültem 10 percre, 20 percre, egy fél órában Matyival, így fogadott, mivel foglalkozol, mit csinálsz, mit akarsz. Na jó, maradjál itten, tényleg ki akarsz menni aspirantúrára? Meg is lesz a lehetőséget? Na, hát tanár, hát bízok benne. Ne tanárul azzal, munkatársam vagy elsőjétől kezdődik, mindenkit egész mindenkit. Jó, mondom, hát akkor... Mondjunk két mondatot Arató Mátyás tanár úrról, hogy professzor úrról, hogy nézők is közelebbről megismerjék, hogy ő az életét ugye a debreceni... Nem, ő a Stakiba. Stakiba? Ő végig a Stakiba volt, vezető, volt főosztályvezető, igazgató, de a Debrecen helyettes. Egyetemen is tanított nyilván egy időszakban. Igen, de én előbb kezdtem el Debrecenbe tanítani, mint ő. Tehát az ő élete egy kicsit másképp alakult, amiután eljött a Stakiból, akkor még egy ideig Pesten volt, és mindig másodállásba tanított Debrecenbe, és egy olyan 15-20 éve van végérvényesen Debrecenben, és ez lett a főállása. De hát előtt ő volt a különböző informatikai intézeteknek a vezetője volt, de én a Stakiba ismerkedtem meg vele, és ő a Stakiba volt nekem a főnököm. Professzor, és most csak bocsáss meg, csak azért akarom mondani, hogy nagyon furcsa módon a Matyival való beszélgetés, az a 20-25 perces, azért jellemző, mert kint ugyanúgy csinálták velem, és most, amikor elkezdünk erről beszélni, akkor érzem én, hogy a tanítványaimmal, a barátaimmal valahogy így jöttek össze a különböző típusú emberekkel a kapcsolat. Leülsz, és nem tudom, valahogy eldől. Nagyon gyorsan eldől, hogy igen vagy nem. Nagyon gyorsan eldől, hogy van közös, vagy nincs közös. Legyen az a matematika, legyen a sakk, legyen az a lányok, bármelyik. Furcsa, legyen az egy vicc, teljesen nem értem. De kérdezd meg őket, ők is valahogy erre még visszatérünk egy picit a személyiségedre, mert tényleg a személyiséged, én magam is tapasztaltam, hogy igen, megnyerő, szimpatikus. De egy picit még maradjunk a szakmánál. A szakmánál azért is, mert itt a kerekasztal beszélgetésnél Magda Sándor professzor azt próbálta itt kezdeményezni a hozzászólásoknál, hogy a tudás, meg a tudás tartósága, hogy úgy mondjam, és nekem az jutott a fejembe, hogy az informatika ez teli van paradoxonnal. Hogy a bizonyos tudások egyik napról a másikra semmivé válnak. Az alapok megmaradnak, fejlődnek, nem válik semmivé. Csak azt, amit ideig tudtál, az ma, hónaptól kezdve már nem kell. Arról már nem is szabad beszélni. De attól még az a tudásbázis része, ugye? Hát az itt van a fejedben, arra épül az egész. Azt már nem kell talán a gyereknek elmondani, mert már nem kell azt mondani, hogy megtanuljunk gépi nyelven programozni. Igen. Nagyon szimpatikus volt, amit mondtam, mert hogy? Én lényegében azt akartam kihozni a dologból, hogy az a fajta tudás, ami a te könyveidbe, ami mondjuk meg a nézőknek is, hogy alapirodalom jelenleg is, és jó pár évtizede született, de alapirodalom, és ma is a tudásnak egy igen szerves része. Tehát azt mondom, hogy szinte csodálatos, hogy az informatikában vannak ilyen tartós dolgok, amit ma is lehet tanítani, meg lehetett mondjuk 15-20 évvel ezelőtt is tanítani. Hogy azért a két tudás között nincs különbség. Tehát az, amit most te próbáltál védeni, hogy az hamar elavul, de azért a tudás része, de van, ami meg tartós módon fennmarad, és... Nem tudom, hogy miért vetetted fel azt a témát, többször gondoltam rá, és pontosan elmondom neked. Példa nélkül áll, hogy informatikában egy könyvnek, és azt éppen mit csináltuk, több nyelven megjelent, öt példány... Hány nyelven jelent meg? Három nyelven jelent meg, még koreaiul is lefordították. Öt kiadást ért meg, és nincs. És most, amikor rákérdezze, hogy mi az, ami megmaradt, mi az, ami nap,
A 7 fejezet közül 6-hoz, 5-höz biztos, hogy csak egyféleképpen nyúlnák hozzá, még 2-3 fejezetet, paragrafust hozzáírnák. Ugyanúgy kezdeném, ugyanazokat a dolgokat leírnám, ami az elején benne van. 5-6-7 nagy témát ölel fel. Én azt gondolom, hogy a Moszkvában megtanult módszer alapján sok feladattal, sok megoldással, tételeknek a kimondásával, és bizonyosoknak a bebizonyításával, bizonyosoknak nem. És egy informatikusnak nem az a lényege, hogy az összes tételt bevágja, meg stb. A rendszert kell neki használni, fejleszteni, és így tovább. De egy kicsit jobban el akar benne mélyedni, akkor meg tudja nézni, hogy ezt a tételt hogy lehet bebizonyítani, vagy hogy van bebizonyítva pontosan. Ha egy kicsit érdeklődik, akkor elolvas hozzá egy feladatot. Ha még jobban érdeklődik, akkor megpróbál megoldani egy feladatot. És ez így épül egymásra. És a könyv merem állítani, most már ennyi idővel, hogy ezért volt ekkora siker. És ha valaki a kódolás elméletet akar olvasni, akkor kódolás. Siker, igen? Az csak azt jelenti, amit én mondok, hogy azért ez egy hosszú időn keresztül, meg még ki tudja meddig, azért a tudás igen szerves részét fogja képezni, vagy mondjam, azt alapirodalmat fog jelenteni. Így van. Tehát, ezek egymásra épülnek szervesen, teljesen természetes. És én csak ott értettem félre, amikor valami olyasmit akartál mondani, hogy ki kell dobni. Nem kell kidobni. Tehát itt szó nincs erről, hogy az ember valami... Én majdnem azt mondtam egyébként, de most már elfogadom, hogy Nem. Az ott marad, az ott benne van, az agyadban benne van. Azt amit megszereztél, amit tudsz, az nem olyan, hogy azt elfelejted. Akadémikus úr, azért szólítalak meg most így, mert most egy másik témát szeretnék. Nagyon gyakran előjön az akadémia szerepe, az akadémikusok felelőssége mai Magyarországon, hogy hogyan látod jelenleg, hogy az akadémia milyen szerepet tölt be abban, hogy ez az ország tényleg versenyképes legyen? Nagyon nehéz nekem erről a témáról beszélni, mert a rendszeren belül vagyok, és bármilyen furcsa, talán az legöregebb akadémikus én vagyok. Nagyon kevesen vannak. Egy, aki legrégebb... Ha 60 éves vagy, bocsáss meg, én fiatal akadémikus 40 éves koromtól, igen. Több mint 20 év akadémikus. 40 éves, akkor én szerintem ezt most mondjuk el a nézőknek, akkor hogy te 40 éves korodban már akadémikus. Így van, 40 éves koromban jelöltek, és 41, mikor meg is választottak. Most nem akarom mondani, de nézzétek meg a lexikonokat, akadémiánk elnökeit később választották, meg ismert embereket később választottak, meg és így tovább, és így tovább. És itt nehogy félreértésesség. Ez egy véletlen, illetve egy természetes folyamat. Természettudományban korán, mélyen, társadalomtudományban sokáig szélesen. Történészként nem leszel 30 éves korodban akadémikus. Történészként legalább 50 évig olvasod a könyveket, utána analizálod, szintetizálod, és örülsz, hogyha 65 éves korodban pontosan valami olyat tudtál alkotni, ami. Matematika, elméleti számítástudomány, elméleti biológia nem véletlen, nem ezt a típusú embert, nem ezt az egy típusú gondolkodást kívánja. Tehát hogy mondjam, amikor úgy mondjuk azt, hogy János, te milyen fiatalon lettél. Hát szerencsém volt, nem azzal, hogy korán vállal, azzal is, de 60 éves korában matematikus korán már nem... Korán hoztad az eredményeket, mondjuk. 60 éves matematikus már nem választanak meg akadémikusnak. Vagy megválasszák korábban az eredményei alapján, vagy már addigra... Szóval, nem. Történészt igen. Tudom, még egy kutatóorvost is igen. Biológust, elméleti biológust már nem. Tehát azt megint azt mondom, szerencse, szakma szerencse. Ne arra, úgy most provokáltál ezzel a dologgal, mert rögtön azt kell kérdeznem, hogy tényleg nagyon korán hoztad az eredményeket, meg itt láttuk a születésnapi köszöntőn is, hogy valami hihetetlen korán érted el a különböző tudományos fokozatokat, hogy azért én azt gondolom, hogy ebbe a tudományágba, ahogy idősödik az ember, azért
egyre több eredmény is várható, sőt azt mondják néha, hogy időskorban egészen fantasztikus eredményeket hoz az ember, hogy mi az, amin most dolgozol, mi az a terület, mi az, amiben hát úgy gondolod, hogy pár év múlva eredményként nagyon oda fog figyelni rád a szakma? Hát ez nehéz kérdés. Hát nyilvánvaló, hogy olyan mélyen ma már nem tudok gondolkozni, mint ahogy gondolkoztam 20-25 évvel ezelőtt. A biológia az másképpen működik. De ragyogóan tudok szervezni, ragyogóan össze tudok hozni különböző típusú, különböző gondolkodású egyéneket. És speciálisan most nagyon sokat gondolkozunk és dolgozunk a jövő energiájának a megoldásán. Hogy lehet vegyészekkel nagyon-nagyon komolyan, intenzíven. Tehát, hogy mondjam, ahhoz hasonló módon, hogy én interdisziplináris vagyok, mint ahogy ott elhangzott, mert a mérnökök velem ugyanúgy szót értenek, mint a matematikusok. Sőt, a mérnököktől tanultam a legtöbbet, akármennyire furcsán is hangzik. Annak a kütyülének működni kell. Lehet, hogy ezt nem pontos. Jó hallani, mert arra, hogy így kezdve szólok. Jó hallani, mert a matematikus mindig úgy el van azzal, hogy na ő a maga kis problémáját megoldja, aztán az ilyen interdisziplináris dologgal nem nagyon hát foglalkozik. Közben ez egy hiány, mert a matematika az egy szerkezettudomány. De lehet, hogy nem fejtettem ki pontosan, de az elég pont ezt mondtam. Ugye a legjobb számítógép az E alapú lenne. A második legjobb, amelyik a három alapon működne. De mérnöki szempontból a legjobb, a legeredményesebb, a leggyorsabb, a leghatékonyabb a kettes alapú. Tehát most én hiába mondom és bizonyítom be, hogy nekem van igazam a számítógép alapjait, a működésének az alapjait, ha azt mérnökileg úgy megvalósítani nem lehet. Tehát, hogy mondjam, ez a kettősség. A pontosság, hogy igen, pontos, precíz. A másik pedig, hogy elfogadható, hasznosan működjön. És a mérnök számára, kérem szépen, van egy feladat, azt meg kell oldani. Annak kereke kell, hogy legyen, guruljon a fogaskerék, stb. Ki kell számítani, és így tovább. És csinálja az első változatot, megvan a prototípus, csinálja a második változatot, és megy. És utána kijön az a csodálatos akármicsoda, amit megálmodott a mérnök. Lehet, hogy matematika egy kicsit sántít. Lehet, hogy valami nem úgy van benne. De azt használjuk minden nap, arra ülünk fel minden nap. Szóval ez a kettősség, akár tetszik, akár nem, ez végigvonult az egész életemben. Valamit nagyon pontosan, precízen, meg valamit elfogadható pontossággal, ami szükséges. Professzor úr, végére érve a beszélgetésnek, én azt tapasztaltam, hogy te az EGRI intézményt nagyon megszeretted. Tehát az elmúlt években, ahogy itt tevékenykedtél, és azt gondolom, hogy nagyon eredményesen tevékenykedtél az EGRI Egyetem megteremtésében, hogy mi az, ami Egerhez kötött? Tetszett a város, tetszett az intézmény, tetszettek azok az emberek, vagy szimpatikusak voltak, akikkel itt együtt dolgoztál? Egernek az atmoszférája nem hasonlítható az ország egyetlen városához se. Nem akarom megbántani a kedvenc városomat, szülőfa városomat akarom mondani, ahol mindig vágytam Debrecenbe. Nem, a Püspökladány az a város. Igen. Nem akarom megváltoztatni azt a véleményemet, hogy nekem a csúcsok csúcsa, amikor hazajöttem Magyarországra, akkor mindenféleképpen Szeged volt. Mert Szegednél szebbet nem tudtam elképzelni. Egészen furcsa módon kell, hogy mondjam neked, hogy a nagyobbik unokám meg a fiam valahova el akartak menni, és kérdezik, hogy apa, hova menjünk? Mondom, gyerekek, a gyerek számára, az unoka számára egy olyan város van Magyarországon, ahova azonnal jöjjetek el és nézzétek meg. Eger? Nem Pécs, nem tudom. Eger? Nem tudom. Nem a török, nem dobó, nem tudom mitől. Egerbe bármikor jövök, bármikor bárkivel beszélek, otthon vagyok. Csak azért mondom el a nézőknek, mert úgyse iszél senki.
Rektorhelyettes urat telefonon idefele jövet felhívtam. Én számomra egy nagy segítséget kértem. Egy éjszakával hosszabb ideig maradhasson valaki valahol. Nem tudtam, hogy találkozok az unokámmal és a fiammal. Bementem, köszöntem a szállóba, köszöntem a portásnak, bemutatkoztam, de csak azért, mert a portás egy olyan helyen van, ahol a kisgyerek nem feltűnő, és megkérdeztem, hogy nem látta véletlenül az unokámat. És mondta, hogy 5-6 perccel ezelőtt ment fel a kisunokám, és a rektor helyettes úr telefonált, hogy akkor egy nappal vagy két éjszakával hosszabb ideig itt maradnak. De most hát, bocsáss meg! Az egész idő alatt körülbelül 15-20 perc telt el. Na most ott a fiúk, akik ott állnak, 1, 2, 3, így szoktunk egymással beszélni. Öreg, tudom, nem tudom, csinálom azonnal. Nem kellett volna, nem tudom. Szóval ez egy egészen más légkör, mint az általános. És az én barátaim, akik itt vannak, te, mint itt vagy, és ezt ebbe a városba így érzem. Útközben jövünk, valahol ebédelni akarunk, vagy a sofőrre, valahol meg akarunk állni. Nem tudjuk, hogy minden van, de hát a sofőrt mégis vendéglátunk, beszélnek vele. És abban a pillanatban az első helyen mondják, az be van zárva, azt átépítik, a legközelebb olyan hely, ahol maguk menjenek el, az 3,5 kilométer innen, jobbra forduljon a 2-t, 1-et meg balra, és ott vannak. Más világ, nem tudom. És én ezt nagyon jól érzem. Hát én azt gondolom, hogy ez a legkevesebb. Azért hiszem, mondjuk meg a nézőknek, hogy ma te itt a születésnapodon az EGRI Főiske egyik legmagasabb kitüntetését is kaptad az Eszterházi emlékérmet. Nagyon hálás vagyok, amit, és nagyon köszönöm. Hát azok az emberek szoktak kapni, akik valahogy latinul úgy hangzik rajta, hogy aki Egerért tanít és imádkozik. És azt gondolom, hogy te ezt méltóan viselheted ezt a kitüntetést, és hát tényleg nagyon köszönjük, hogy amit az EGRI felsőoktatásért, az EGRI egyetemért tettél, és hát 60. születésnapod alkalmából azt kívánjuk, hogy legyél ebbe nagyon-nagyon sikeres, mert a siker az lényegében azt jelenti, hogy másokért mit tudunk tenni. Köszönöm a beszélgetést. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a mai alkalmat, és hogyha valamit tudok üzenni, ebbe a pillanatban jutott eszembe, a hallgatókkal fogok sokat foglalkozni, és mivel ma már a hallgatókról volt egy hosszabb beszélgetés a változásokról, nekem eszembe jutott egy Adi idézet. Föl-föl, fiúk! Thank you.